Színültig megtelt az ünnepi díszbe öltöztetett Richter terem, mindenki kíváncsi volt azokra, akik az elmúlt időszakban a legtöbbet tették Győrért, mert hogy ezek az emberek kapták immár hagyományosan az önkormányzat legmagasabb szintű elismeréseit. A város ezúttal 3 díszpolgári címet adományozott, és 3-an érdemelték ki a Pro Urbe elismerést is. Mostantól Győr díszpolgárának valhatja magát Gasztonyi László, a Vilkor Hungária ügyvezetője, akinek saját bevallása szerint az a hitvallása, hogy győriként egész életében Győrért dolgozik. Ugyan személy szerint én kaptam, de természetesen ezt nem lehet egy jó csapat nélkül, társasorban az édesapámra, édesanyámra gondolok. Természetesen a feleségem, a gyermekeim mindkettő a Vilkorban dolgozik, az öcsémre, akivel együtt indítottuk a céget. És hát egy nagyon jó csapat, és hát ebből a megtermelt eredményből, valamennyiünk által megtermelt eredményből tudjuk ezt azokat a támogatásokat, illetve jó ügyek mellé járni, amiket mi arra érdemesnek találunk. Ugyancsak díszpolgár lett az olimpiai bajnok labdarúgó és később nemzetközileg is elismert játékvezető Palotai Károly, a bár hihetetlen, de már a 77. évében járó sportember könnyeivel küszködve köszönte meg a váratlan elismerést. Ez egy közös munka eredménye, mert én azt hiszem, Győr olyan sokat adott nekem játékosként, játékvezetőként, sportvezetőként, hogy amikor az ember most is csak sétálgat az itton, akkor szinte nem tud úgy elmenni, hogy ne találkozzon emberekkel és beszélget, és ez annyit jelent, hogy az ember valószínű, hogy valamit nem rosszul csinált, hanem jó sikerült, de erre persze nem lehet számítani. Az, hogy az ember kap, az egy nagyon nagy megtiszteltetés. Most először fordult elő, hogy nem személy, hanem egy intézmény lett díszpolgár Győrben. Az önkormányzat a 600 dolgozót foglalkoztató és több mint 10 000 hallgatónak továbbtanulást biztosító Széchenyi István Egyetemet is érdemesnek találta a magas elismerésre. Annak a visszaigazolása, hogy azt a funkciót, azt a harmadik funkcióját egy felsőoktatási intézménynek, amelyet a társadalmi felelősségvállalás néven illetünk, azt talán jól töltjük be. És egy biztatás, egy késztetés, ő a felelősség, hogy még jobban töltsük be. És nem a rektorról van szó, hanem arról a 11-néhány ezer munkatársról és hallgatóról, akik ezt az eredményt elérték. Pro Urbe díjat kapott idén a már 20 éve pótolhatatlan karitatív tevékenységet folytató első győri Lions Club és a beteg gyerekeket és fiatalokat segítő Lurko alapítvány is. Utóbbi vezetője Zajovicné Vizer Bernadett sírva vette át és köszönte meg a városnak a megtisztelő elismerést. Ugyancsak Pro Urbe díjas lett a legendás fotóriporter Matusz Károly is, aki, mint mondta, már évtizedekkel ezelőtt hűségnyilatkozatot kötött Győrrel. Megmondom őszintén, nagyon meglepődtem, szülővárosom, és hát innen tudósítottam a legtöbbet, talán 70-80%-ban az anyagoknak, és egy nagyon jó városnak, egy nagyon jó területnek lehetem a tudósítója. Ez volt nekem a legnagyobb boldogság. 1990 óta március 15-én ünnepeljük a Magyar Sajtónapját. Ebből az alkalomból 2 helyi újságíró kapta meg a Szigeti Attila ezüst emlékérmet. Szejcs Tibor, a Kisalföld sportújságírója, és Szigeti Teodóra, a Győr Plusz munkatársa. Ez az elismerés számomra azt jelenti, hogy elismerik a szorgalmamat, és e tanulási folyamatban jó úton járok, úgyhogy mindenféleképpen egy löketet ad, hogy még nagyobb lelkesedéssel, még nagyobb szorgalommal folytassam a munkámat, és közvetítsem az eseményeket városunk lakossága számára. A megható pillanatoktól és könnyektől sem mentes március 15-i díszközgyűlés ünnepi hangversennyel ért véget. A győri filharmonikus zenekart Berkes Kálmán vezényelte.